tanévnyitás, 5000 iskolásnak adott az önkormányzat 1500 forintos tanszercsomagot. Vidékfejlesztés, 114 milliárd forint áll a megye rendelkezésére. Szakképzés, ingyenes a második szakképesítés megszerzése is a felnőtt oktatásban. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Megkezdődött a 2015-2016-os tanév. Szeptember 1-én a Nyíregyházi Önkormányzat a város valamennyi általános iskolájába közel 5000 alsó tagozatos diáknak 1500 forint értékű tanszercsomagot juttatott el. A Jókaima Református Általános Iskola 4. B osztályában dr. Kovács Ferenc polgármester személyesen adta át a csomagokat. A Jókaima Református Általános Iskola 4. B osztályának tanulói közül sokan várták már az új tanévet a nyári vakáció után, és van, aki konkrét céllal ült be az iskolapadba. Örültem annak, hogy itt lehetek a többiek között, és szerintem kitűnő leszek évvégén. A gyerekek vendégeket is vártak, hiszen dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Adorján Gusztáv és Tormási Géza önkormányzati képviselők személyesen vitték el az önkormányzat ajándéktanszercsomagját. Az elmúlt évben kezdtük, az 1-4 osztályban általános iskolákban minden nyíregyházi állandó lakhely rendelkező gyerek rászorultságtól függetlenül tanszercsomagot kapott. Ez ebben az évben 4790 gyereket jelent, 1500 forint értékű a tanszercsomag, amely külön van összeállítva osztályonként, amire biztos, hogy szükségünk van. Ezzel szeretnénk segíteni a családokat az iskola kezdésnél, egyébként felmerülő terhek viselésében, a gyerekeknek is segíteni, hogy jobb kedvel induljon az iskola. És hát azt el kell mondjam, hogy a tanszercsomagon kívül egyéb más támogatásaink is vannak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők már megkapták a múlt héten 5800 forint Erzsébet utalmányt, amit szintén tanszerre, ruhára, élelmiszerre lehet beváltani. A kisdiákok kibontották a csomagokat, amelyben rajztáblát, vonalzót, füzeteket, rajzlapokat, ragasztót és több más hasznos iskolai eszközt találtak. Az egyházi fenntartású iskola jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal. Közoktatási feladatokat lát el nem csak az állami fenntartású intézmény, hanem az egyházi fenntartású intézmény is, és mindig is nagyon jó kapcsolatban voltunk az önkormányzat vezetésével, az önkormányzat képviseletével, képviselőivel, és ami a városiskoláinak juttatik, ők nagyon-nagyon odafigyelnek, hogy az egyéb fenntartású iskolák is részesüljenek belőle. A Jókaima Református Általános Iskola minden diákja nevében szeretném megköszönni polgármester úrnak és a Nyíregyházi Önkormányzatnak az iskola kezdéshez felajánlott tanszercsomagot, mellyel elősegítik sikeres tanulmányainkat. Köszönjük! Áldás, békesség! Az iskola kisdiákjai egy rövid műsorral köszönték meg a Nyíregyházi Önkormányzat segítségét az iskola kezdéshez. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében közel 114 milliárd forint áll rendelkezésre a terület és település fejlesztési operatív program keretében. Erről tájékoztatott Lipők Sándor miniszteri biztos a megyeházán. Ebből 24,6 milliárddal Nyíregyháza gazdálkodhat, a megye többi városának pedig több mint 89 milliárd forint jut. A program a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja, és a városok saját fejlesztéseihez biztosít forrásokat. A kormány elfogadta a megyék és a megyei jogú városok integrált területi programját, így elkezdődhet a terület és település fejlesztési operatív program végrehajtása. A közel 1200 milliárd forintos fejlesztési forrásra ősszel írják majd ki az első pályázatokat. A tervezési és végrehajtási folyamat decentralizált, így a 18 megye és a 22 megyei jogú város a maga által tervezett integrált területi programok alapján juthat támogatáshoz. Összesen 113,91 milliárd forint áll rendelkezésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye részére, a terület és településfejlesztési operatív programon belül, hogy ezt a megye felhasználja. Ez két részre bontódik, az egyik az a
Nyíregyháza megye jugúváros forráskerete, amely 24,63 milliárd forint, a másik pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye többi településére vonatkozottatva, ez 89,28 milliárd forint. Ez lényegében a helyi gazdaság fejlesztésre és gazdaság ösztönzésre, és természetesen a megyék által, meg a megyei jugúvárosok által igényelt források felhasználására, vagy fejlesztések felhasználására szolgál. A miniszteri biztos arról is tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság elfogadta Magyarország 2014-től 2020-ig tartó vidékfejlesztési programját. Brüsszel azzal is egyetértett, hogy a kormány a nagybirtokok helyett a kis és közepes birtokokat támogassa. A program összforrása 1300 milliárd forint, a célja pedig a mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének növelése, a vidéki munkahelyek megőrzése, valamint új munkahelyek teremtése. Az első pályázatok szeptemberben jelennek majd meg. Ingyenes a második szakképesítés megszerzése a felnőtt oktatásban. A Nemzeti Köznevelési Törvény módosításának köszönhetően mától korhatár nélkül ingyen szerezhet bárki új versenyképes szakmát. A most induló képzésekre szeptember 4-ig lehet jelentkezni. Heggesztő, gépi forgácsoló, szerszámkészítő, női szabó. Néhány az utóbbi évek hiány szakmái közül. Az ország 44 szakképző központjának koordinálásával ezen szakmák várhatóan néhány éven belül már lekerülhetnek a listáról. A Nemzeti Köznevelési Törvény döntése értelmében ugyanis a cél versenyképes szakmai képzés biztosítása a tanulni vágyók számára. A Nyíregyházi Szakképző Centrum országosan is egyedülálló módon 10 tagintézményt foglal magába. Oktatási intézményeiben 88 szakmát sajátíthatnak el a nyíregyházi, tiszavasvári és tiszalöki tagiskolákban a tanulni vágyó fiatalok. A központ felnőtt képzési tevékenységet is végez a szakmai képzésbe bekapcsolódó álláskereső, szakmát váltani kívánó, valamint új szakmát szerezni vágyó felnőttek számára. Ennek keretében idén szeptembertől mindenki ingyenesen szerezheti meg első és második szakmáját is, esti, valamint levelező tanrendben. Változott, ami nagyon fontos, és én most ezt napi feladatnak látom, a felnőtt oktatás. A második szakképesítés ingyenes mindenki számára. Azok az emberek, akik most munkanélküliek, gyesen vannak, nem nyertek felső oktatásba felvételt, beülhetnek az iskolába, korapadba, és megtanulhatnak egy szakmát. Az ő számukra nyitva áll mind a 10 tagintézményeit. Aki még nem töltötte be a 25. életévét, nappali munkarendben is jelentkezhet képzésre, továbbá ebben a képzési formában tanulószerződés is köthető. Szakiskolát végzettek számára lehetőség van nappali, esti, levelező, valamint távoktatás keretében az érettségi megszerzésére is, a képzési idő 2 év. A hiány szakmák esetében szakiskolai ösztöndíjra is lehet jelentkezni azon diákoknak, akik nappali képzésben tanulnak, és az első szakképesítésüket szerzik meg valamelyik hiány szakmában. Az ösztöndíjat akkor kaphatja meg a tanuló, ha az előző fél évben legalább 2,51 volt a tanulmányi átlag, nem jár támogatás, ha évet ismétel, ha az igazolatlan órák száma a tanévben meghaladta a 10-et, illetve fegyelmi büntetés esetén. Az ösztöndíj összegét fél évente határozzák meg. Az első fél évben mindenki havonta 10 000 forintot kap, utána a tanulmányi eredménytől függ a támogatás mértéke, de akár havi 30 000 forint is lehet. A Szakképzési Centrum weblapján valamennyi szakképesítést, illetve azok az oktatási intézmények is megtalálhatók, ahol a képzések zajlanak. Jelentkezni szeptember 4-ig személyesen az érintett intézményekben vagy a Szakképzési Centrumban lehet, ahol regisztrációt követően vagy telefonon, vagy e-mailben tájékoztatják majd az érintetteket. Azok, akik a szeptemberi kezdéssel nem jutottak be egyetlen képzésre sem, februárban újra benyújthatják jelentkezési kérelmüket. Előzetes letartóztatásba kerültek az őrizetbe vett embercsempészek. Bécs helyett Mátészalkára szállított 17 illegális bevándorlót kis teherautójuk rakterébe zsúfolva két férfi. A járművet és utasait Mátészalka belterületén ellenőrizték augusztus 29-én hajnali 4 órakor a városi kapitányság rendőrei. A kisméretű áruszállító utasterében két magyar férfi ült, a feketére festett ablakú raktérből 17 illegális bevándorló, köztük 3 gyerek és 2 nő került elő.
a magukat szír állampolgároknak valló külföldiek tolmács segítségével elmondták, hogy azért fizettek a sofőrnek és társának, hogy Budapestről Bécsbe vigyék őket. Több órás utazás után azt mondták nekik, hogy megérkeztek, de ők sejtették, hogy nem Ausztriában vannak, ezért nem akarták elhagyni a járművet. A külföldiek ügyében a rendőrség idegenrendészeti eljárást kezdeményezett. A két magyar férfit embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztálya őrizetbe vette. A Mátészalkai járásbíróság pedig előzetes letartóztatásukról döntött. Garabonciások, akróbaták és bábszínház. Hétfő délután a belváros szinte minden szegletében történt valami izgalmas, látványos vagy éppen megmosolyogtató. A Vidor Fesztivál negyedik napján többek között szombathelyi ugrálóköteles, a Langalét a garabonciások és a Burattino bábszínház szórakoztatta a közönséget. Hétfő délután ugráló kötelesek okoztak villámcsődületet az Rínyi Ilona utcában. A szombathelyi csapat látványos koreográfiával varázsolt el a közönséget. A csapat tagjai között két olyan lány is szerepelt, akik aranyérmet hoztak el a párizsi ugráló kötél világkupáról. Különböző versenyszámok voltak, szabadon választott gyakorlatot nyertem meg, másik két versenyszámban is dobogon végeztem, és így sikerült az összetettben is megszereznem az első helyet, és hatalmas dicsőségnek számít. Amikor az ugráló kötelesek befejezték a produkciójukat, a Kossuth téren gólyalábas színészek jelentek meg, a Langalét a garabonciások különleges, interaktív produkciót mutattak be. Hétfő délután újra benépesült a szabadságtéri kultúrsziget is. Itt bábszínház és zene várta a kicsiket és nagyokat. A Burattino bábszínház a Vitéz Lászlóval nevettette meg a nézőket. Az emberek én szerintem a jóra, meg erre a régi, ez kimondottan ugye magyar népi játék, erre vevők és nagyon szeretik és igénylik is. Hétfő délután nem csak a szabadság tér telt meg, a világzenei színpadon a kőszegi Ocsó Macsó adott fergeteges koncertet. Nyíregyházán is láthatta a közönség az első Gypsy musicalt. A Somnakkáj című darabban egy roma lány meséli el saját történetét. A zenés előadásban Olá Gergő, Papa Dimitru Attina és Falusi Marian is színpadra lépett. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Több hét után ismét járnak a vonatok Nyíregyháza és Szerencs között. A Mezőzombor-Nyíregyháza szakasz felújítása befejeződött, így már nem kell vonatpótló autóbuszra ülni Szerencs és Nyíregyháza között. A pályafelújítás újabb szakaszában, október 9-éig azonban az utasoknak több változásra kell számítaniuk, például, hogy az Intercity vonatokkal ideiglenesen 7 perccel hosszabb az eljutási idő a fővárosból Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen irányába, míg az ellenkező irányú vonatok, mint egy 5 perccel korábban közlekednek. Két autó összeütközött hétfőn este Császárszállás külterületén. Egy személyautó forgalmi okokból fékezett, amit a mögötte haladó autó vezetője későn vett észre, és hátulról neki ment az előtte lévő gépkocsinak. A balesetet okozó autóvezető és utasa is megsérült. Négyes karambol történt ma reggel a 41-es számú főút bevezető szakaszán az Orosi úton. 7 órakor az útszakaszon haladó kocsisor lassított, a sorban negyedik járműként haladó terepjáró vezetője viszont már nem tudott időben lassítani, és belement a gépkocsisorba. A balesetben az egyik középső autóban utazó két gyermek megsérült. Kerékpáros sérült meg abban a balesetben, ami ma reggel történt Nagykállóban. 9 órakor egy idős nő a Debreceni úton kerékpározott, amikor egy vele azonos irányban haladó személyautó elsodorta. A balesetben a kerékpáros megsérült, a mentőkórházba vitték.
Két autó összeütközött ma délelőtt Újfehértón. 9:30 egy a városban haladó személyautó lassított, amit a mögötte haladó gépkocsi vezetője nem vett észre időben, és hátulról neki ment az előtte lévő autónak. A balesetben vétlen gépkocsi vezető és utasa is megsérült. Több órán át akadályozta a forgalmat ma egy működésképtelen gépjármű Nyíregyházán, a Dózsa-György utcán. Egy kis busz kereke kitört, és a sofőrje, amíg elment segítséget kérni, az út közepén a járművet keresztbe fordulva otthagyta. A gépjármű tulajdonosát a rendőrség kereste, hogy megszüntessék a forgalmi akadályt. Nyíregyházán is bemutatták a Somnakájt, az első Gypsy musicalt. A darabban egy roma lány meséli el saját történetét. A Váci Mihály Kulturális Központ színpadán többek között Falusi Mariant, Olá Gergőt és Papa Dimitriu Attinát láthatta a közönség. Látod, anyád annyira hamar elment, hogy még ez sem tudta neki. Mi legyen a neved arany? Úgy. Azt. Arany. Somnakáj. Hát az meg milyen név? Szép. Különleges. Cigány. Egy roma lány történetét mutatja be az első Gypsy musical, amelyet 2014 áprilisában a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutattak be a Művészetek Palotájában. A roma sorsjátékban Somnakáj maga meséli el saját életét, amely igaz történeten alapul. A humorban és misztikumban bővelkedő történet reális képet fest a hazai cigányságról. A produkció életre hívásának célja a roma kultúra bemutatása és a társadalomban a pozitív szemléletváltás beindítása. Az előítéletek ellen van, hogy ne általánosítsunk, hogy a roma ilyen meg olyan, hogy a roma ilyen is tud lenni, mint ami ebben a darabban van. Tehetséges, nagyon jó zenész, nagyon jó szívű, szeretet, odaadás, stb. Az előadás koncert és színház, tánc és irodalom, tradicionális képzőművészet, hagyományőrzés és modern formák találkozása. A sokszínű előadás üzenete az, hogy mind emberek vagyunk, cigányok és nem cigányok, ugyanúgy sírunk és nevetünk. Nagyon sok mondani való van, és látni való is egyébként, és hallani való. Közvetíti a zene erejét egyébként, aminek nagyon nagy hatalmas ereje van. Ebben a darabban nagyon sok olyan zene van, aminek hatalmas nagy ősi ereje van, és olyan énekesek éneklik, ami már csak az is ad valamit. Az elfogadásról is lehet benne látni dolgokat, hogy akárki, akárhonnan jött, ő belőle is igenis lehet valaki, hogyha kitart és erősen küzd az álmaiért, és nem mond, és nem hagyja magát senkinek és semminek, akkor igenis elérheti az álmait. A Somnakáj, az ős tehetség, az egy igazi tehetség, annak már az apja, a nagyapja, már a nagybátyja, már mindenki tehetséges volt, és ő is még nem is tudott beszélni, és már énekelt, és árva mondara, mert mindenkit fel akart vidítani. Pedig neki is nagyon rossz kedve volt, meg nagyon rossz élete eddig. A Somnakáj című Gypsy musicalben Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán többek között Papa Dimitriu Attinát, Olá Gergőt és Falusi Mariant láthatta a közönség. Hazatért a görögországi edzőtáborból a Fátum Nyíregyháza. A női röplabdások a következő szezonra készülnek, ahol nemzetközi meccsek is várnak az együttesre. Az is eldőlt, hogy Erdősné Balog Erika ismét pályára lép. Ha gond van, Erdősnére mindig lehet számítani. A Fátum Nyíregyháza legendás játékosa, bár már bejelentette visszavonulását, vész esetén mindig számíthatott rá a csapat. Ezúttal Roma Flóra távozása után ismét szükség van a legendás centerre, aki pályára lép a következő szezonban. Nem volt könnyű döntés, megmondom őszintén, talán most gondolkoztam a legeslegtöbbet. Ugye korábban mindig később kapcsolódtam be a munkába, amikor vészhelyzet volt, vagy a sérülések miatt. Most ez a vészhelyzet már augusztusban előállt, de nem tudok. Tehát ha itthon vagyok Nyíregyházán, és itt vagyok a csapat környékén, akkor meg kell állapítanom, hogy nem tudok nemet mondani, hogyha az egészségem engedi. A játékosok ma délelőtt kondicionális edzéseken vettek részt. Az iskolai kezdés miatt néhányan hiányoztak, de a teljes keret ott volt Görögországban, a csapat edzőtáborában.
Az edzőtábor ide alatt Görögországban kőkemény munkát végeztek a lányok. A délelőtti órákban a Bakosi Béla által összeállított edzésprogramot hajtottuk végre, ami inkább atlétikai jellegű volt, délután viszont előkerült a labda, átültettük a teremröplabdát a homokra, és ott ugye nehézebb körülmények között tudtunk így dolgozni. A keret még nem végleges, egy trinidadi válogatott játékos szerdán érkezik Nyíregyházára, és kapcsolódik be a munkába. Két fiatal korosztályos válogatott is a felnőttekhez került, és szükség is lesz a játékosokra. A csapat ugyanis a magyar bajnokság mellett a Magyar Kupában, a Mevza Kupában és a Challenge Kupában is indul. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Megkezdődött a 2015-2016-os tanév. Szeptember 1-én a Nyíregyházi Önkormányzat a város valamennyi általános iskolájába közel 5000 alsó tagozatos diáknak 1500 forint értékű tanszercsomagot juttatott el. A Jókai Mor Református Általános Iskola 4. B osztályában dr. Kovács Ferenc polgármester személyesen adta át a csomagokat. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében közel 114 milliárd forint áll rendelkezésre a terület és település fejlesztési operatív program keretében. Erről tájékoztatott Lipők Sándor miniszteri biztos a megyeházán. Ebből 24,6 milliárddal Nyíregyháza gazdálkodhat, a megye többi városának pedig több mint 89 milliárd forint jut. Ingyenes a második szakképesítés megszerzése a felnőtt oktatásban. A nemzeti köznevelési törvénymódosításnak köszönhetően mától korhatár nélkül ingyen szerezhet bárki új versenyképes szakmát. A most induló képzésekre szeptember 4-éig lehet jelentkezni. Ezek voltak a legfontosabb történések Nyíregyházán kedden. Szerdán este ismét várjuk majd Önöket a legfrissebb információkkal. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!